kell pluszon énekelni, mindig egy csodálatos dolog. A közönség is nagyon szeret minket, mi pedig őket. És amikor Méri hív, akkor az nekem mindig egy nagy megtiszteltetés. Így meg ilyen csapatban, például Vágó Zsuzsi barátnőmmel, meg egy nagyon vágyott dolog volt, mert amióta nekem is megszületett a kislányom, a közös kislányunk Miller Zolival, és Zsuzsinak is megszületett az ő kedves férjével, Dévényit, amivel a közös Iker lányuk, lányaik, azóta tulajdonképpen nem is léptünk fel együtt, szerintem. Ez egy csodálatos pillanat, és bízom benne, hogy akik velünk tartottak, és látták, és nézték, ők is ugyanígy szerették és élvezték ezt az előadást, mint mi. Lányom Bella 2017-ben született, azóta nagyon sok minden megváltozott, én akkor ott hagytam a színpadot, nem játszottam színházban, és most olyan kollégáimmal léphettem fel, akikkel a férfiakkal, ugye túlnyomó részben szerelmes szerepet játszottam, így például Kocsis Dénessel énekelni egy szerelmes dalt, vagy Szomor Gyurival, vagy Horváth Danival, teljesen más köntöst kapott, köntösbe öltözött, hiszen én azóta már édesanyja vagyok, jó pár éve nem játszom a Budapesti Operett Színházban. És amióta megszületett a kislányom, egy picit máshogy is látom a világot, és ezek a szerelmes dalok is olyan régmúlt kort idéznek, úgy érzem. És hát természetesen van egy csomó olyan dal, amit nem is merek bevállalni, amióta megszületett a kislányom, az Értem. Amióta megszületett a kislányom, az Érted adnám életem, a Misszágomból például. Az egy olyan dal, ami azt gondolom, hogy még jobban megindító lenne számomra, mint például, amikor a színpadon énekelhettem a Misszágomban Kimként. Vagy pedig előadásról szoktunk beszélgetni barátokkal, családdal, kollégáimmal, hogy milyen lenne most eljátszani ezt, meg azt, meg amazt. Minden szerepemet azt gondolom, hogy picit érettebben, de vágynék eljátszani. A Marie Antoinette lenne azt gondolom a legnehezebb feladat, mert a második felvonásban Marie Antoinette-et elszakítják a gyermekeitől, vagyis tőle a gyermekeit, és van egy nagyon már akkor is megindító jelenet, amikor a kisfiút viszik el. Most azt hiszem, azt nem tudnám eljátszani. Nincs rá szó, kínos az állandó.